Egy mécses, egy gyertya, egy szál virág. Ennyit tehet az ember azokra a helyekre, ahol az 1956. október 23-án történtekre emlékeznek. Meg még annyit tehet, hogy felidézi a személyeket, a helyszíneket, az egymással szemben álló feleket. Nem azokat, akik a történelem könyvekből már annyira ismertek, hanem azokat, akik egy-egy településen emelték föl hangjukat, s olykor fegyverüket is. Mert ők, az olykor feledésben merülő hétköznapi hősök adták azt a tömeget, azt az erőt, akik néhány napig reménykedhettek a győzelemben. Aztán meg vagy vállalták a megtorlás veszélyeit, vagy más hazát keresve próbáltak túlélni. A csütörtök délutáni megemlékezésen Szabó László Dezső költő publicista mondott beszédet. November 4-én hajnalban 4 óra 15 perckor indult meg Magyarország és Budapest ellen a szovjet támadás. Minden létező szárazföldi fegyverüket bevetették a szovjetek. Közismert Nagy Imre akkori miniszterelnök rádióbeszéde, amely így szólt. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Budapesten és számos vidéki városban megindult a fegyveres harc a túlerő ellen. A fővárost nehéz tüzérséggel lőtték a szovjetek. A családom akkor Budapest 16. kerületében Rákosszony állom lett. Jónagam november 4-én a kerületi kiegészítő parancsnokságon teljesítettem szolgálatot, mert október 28-án behívó parancsot kaptam. Nem tudom mi okból, de alhagynaként lettem behívva. Itt a parancsnok Deák Ferenc őrnagy mellé lettem beosztva, és a kerület járőreit irányított. Kerületünkben fegyveres harc nem volt. Budai Kulcsár János a Terrorháza című versét Váci Attila olvasta föl a megemlékezők előtt. Ez a szörnyű hely mártírok vérével telt izzó vaskehely. Vér szivárog a falakon, jajkiáltást visszhangzik a plafon, és nincsen irgalom. Ha ide belépsz, többé már nem élsz. Minden szögleten és szemedben, szívedben démonok lesnek rád, s mint kínoktól vonagló mártírok húsába markoló, tüzes fogó szorítja szívedet minden hamis vád. Itt a gonosz, őrült malma őrölt, a pribék hatalom, és nincsen irgalom. A terror s a halál tanyája volt-e ház egykoron. Ártatlanok vérén tipor a sátáni hatalom. Letépted itt, lépted itt megáll, az idő csuparom, emlékezz rám, testvérem, gyermekem, barátom, asszonyom, legyen szívedben irgalom. A megemlékezés végén koszorúkat, virágokat, mécseseket helyeztek el az 56-os emlékparkban.